Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangélium a második részének az első 7 verséből. Történt azokban a napokban, hogy Augustus császár megparancsolta, hogy az egész birodalmat írják össze. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment azért mindenki, hogy beírattassék, ki a maga városába. József is fölment Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába Betlehembe, mivel a Dávid házából és házanépe közül való volt. Hogy beírattassék Máriával, aki néki jegyeztetett el feleségül, és várandós volt. És amikor ott voltak, eljöttek az ő szülésének napjai. És szülte az ő elsőszülött fiát, és bepójálta őt, és a jászolba helyezte, mivel nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy irgalommal megszántál minket, és utánunk küldted a te egyszülött fiadat, hogy visszavezessen minket te hozzád. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem undorodtál a mi életünk sok utálatosságától, hanem utánunk jöttél, hogy megkeressed és megtartsd azt, ami elveszett. Bocsásd meg, Úrunk, hogy sokszor a mi életünkben sincs hely a te számodra, úgy, mint ahogy Betlehemben nem volt, mikor megszülettél. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem érünk rá, reját figyelni, előtted megállni, néked engedelmeskedni, téged követni. Olyan sok hitványságra ráérünk, és a te ajándékaidat elfogadni nem. Engedd ezt meglátnunk most bűnbánattal, ha így van. És ugyanakkor teremts a mi szívünkben hitet, hogy most kinyújtsuk a kezünket, mindazután az ajándék után, amit te kínálsz nekünk. Hogy most megnyissuk előtted a szívünket, az értelmünket, az egész életünket. Hogy oda te bejöhess, és aztán veled együtt éljünk itt, és majd a halálunk után az örökké valóságban is. Csak a te igédre szeretnénk most figyelni. Kérünk, hogy minden, ami itt elhangzik, legyen a te igéddé számunkra. Amen. Az elején hallott ige mellé még egy verset szeretnék olvasni a Biblia utolsó könyvéből. A Jelenések könyve 3. részének 20. versében ezt mondja az Úr Jézus. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Évekkel ezelőtt, így karácsony előtt megkért egy ismerősöm arra, hogy vigyek el egy csomagot egy magányos idős néninek, és ugyanakkor adjak át egy fontos üzenetet is neki. Én szépen elmentem a csomagért, megkerestem a néni lakását, már éppen csöngetni akartam, amikor láttam egy elnyűjt kis papírt az ajtóra ragasztva, hogy tessék erősen kopogni. Hát először kissé közép erősen, aztán miután semmi válasz nem érkezett, valóban erősen kopogtam, mire megszólalt bentről egy hang, hogy ki az? Mondom a nevemet. Nem ösmerem, mondja szigorúan. Mondom a foglalkozásomat. Nem hívtam lelkészt. Rájöttem, hogy én nem csinálom jól a dolgot, és akkor elmondtam röviden, hogy az ő kedves ismerőse, aki nekem is kedves ismerősöm, küld egy csomagot neki, és itt van a csomag, ezt szeretném átadni. Azt akárki mondhatja, mondja a néni. Egy kicsit tanástalanná váltam, hogy most mit kell csinálni, hogy szabadulok meg a csomagtól, és tudtam, hogy az üzenet neki fontos, azt hogyan adom át. Aztán megint próbálkoztam, kopogtam újra,
mondom, hogy itt a csomag, mit csináljak vele? Azt mondja, ne tréfáljon. Mondom, hogy ez nem vicc, valóban csomag van, tudom is, hogy mi van benne, és azt is tudom, hogy ő ezt várja, neki erre nagy szüksége van. Mutassa a csomagot, mondja ő. Néztem, hogy hogy lehet itt megmutatni a csomagot, aztán rájöttem, hogy van egy kis lyuk az ajtó közepén, belül egy kis vas lemez takarta el, az a lemez megcsikoldult, gondoltam, hogy kinéz a néni ott félszemmel, föltartom a csomagot így a lyuk elé, azt mondja, csak egy papírt látok. Hát mit láthatott volna mást azon a kis lyukon? Erre megkérdeztem, hogy most mit csináljak. Azt mondja, menjen oda, ahonnan jött. Nem tehettem mást, fogtam a csomagot és visszavittem. Aztán jóval később tudta meg, hogy milyen nagy örömöt jelentett volna neki az a csomag akkor, és hogy milyen fontos volt az az üzenet, amit át kellett volna adnom. Ezen a történetem még ma is elmosolyodom, hogyha az emlékezetembe idézem, de azon már nem, hogy nagyon sok ember így küldi el Jézus Krisztust is az ő ajtaja elől. Amikor Jézus egészen világosan, név szerint sokszor megszólít valakit, amikor elmondja a maga ígéreteit, kínálja a maga ajándékait, és azt mondja, hogy valami fontosat mondana még, ha beengednénk. De mi ugyanígy, sőt, még gonoszabbul elkezdünk okoskodni, kételkedni, és a végén udvariasan vagy durván, de mi is ilyeneket mondunk neki, hogy tessék menni oda, ahonnan jött. De én nem engedem be. Így küldték el az Úr Jézust, az első karácsonykor is. Nem volt neki hely. Olvastuk az igében, hogy a római császár elrendelte a népszámlálást, amit úgy 4-5 évenként elrendelt, hogy pontosan számon tudja tartani, hogy kiktől lehet adót követelni. Senki nem szerette ezeket a népszámlálásokat, mert általános felfordulással járt. Mindenkinek ott kellett jelentkeznie, ahol született, illetve ahova a szülei valósiak voltak. Tehát majdnem mindenkinek föl kellett kerekedni, és valahova elmenni, gyalog, többnyire, hogy ott bejelentkezzék, azért, hogy jövőre magasabb adót kelljen fizetnie, mint az idén. Hallatlanul gyűlölték az emberek a népszámlálást. Több napra, sőt, több hétre ott kellett hagyniuk az otthonukat, abba kellett hagyni a munkát, kispénzű embereket értelmetlen költségbe vert, és ráadásul az egészet ellenséges indulattal csinálták. József sem jó szántából indult el Máriával, akinek bármelyik nap megszülethetett már az első gyermeke, akit várt, föntről Názáretből le 150 kilométerre Betlehembe. Valószínűleg gyalog, mert szegény emberek voltak. A Biblia nem beszél barátságos kis csacsiról, mint a szép festmények meg a karácsonyi képeslapok, amelyeken szép kényelmesen ott üldögél Mária. Valószínűleg gyalog kellett megtenniük ezt a hosszú utat. És gondoljátok el, hogy egy ilyen hosszú út után, kisbabát várva, végre megérkeztek Betlehembe, este, holdfáradtan, és érezték, hogy bármelyik órában megszülethet a gyermek. Gyorsan kellene egy nyugodt sarok legalább. Ha nem is egy tiszta, nyugodt szoba, ahol gondoskodnak arról, de egy sarok, ahol le lehet ülni, vagy le lehet feküdni ezután a hosszú, fárasztó út után. Hol keressenek ilyet? Hát talán a régi ismerősök, vagy távoli rokonok. Bekopogtattak az egyikhez. Kiderült, hogy számtalan vendég van. Ne haragudjatok, nincs hely. Menjetek talán amoda. Elmennek amoda. Ugyanaz a kép. Feltház van, ne haragudjatok, nincs hely. Akkor menjünk oda, ahol pénzért talán adnak szállást. Mentek olyan helyre, nincs hely, tele van minden. Pénzért sincs szállás. Volt Betlehemben, ami nagyon kicsi városka volt akkor, egyetlen vendégfogadó, egy aféle karavánszeráj. Ma úgy mondanánk, hogy egy kicsi szálloda, vagy motel. Ott csak lesz hely. Kiderült, hogy ott sincs. Kiszól a vendégfogadós mogolva hangon, nincs hely. És valószínű igazat is mondott. Ezek a vendégfogadók egy nagy bekerített udvarból álltak,
ahol az állatok leheveredtek, sokszor az emberek is oda melléjük. Aztán volt egy közös nagy helyiség, ahol lehetett étkezni, vagy rossz idő esetén oda behúzódni. És a jobb vendégfogadókban volt néhány, nem sok, 2-3-4 kicsi szobácska, ahol az előkelő vendégek szálltak meg. Látva a vendégfogadós, hogy itt egy gyermek születik meg hamarosan, nyilván nem kínálhatta fel az udvart, hogy ott szülessen meg a gyermek. Nem volt erre alkalmas hely a közös étkező sem. A kis szobácskák meg vagy voltak a betlehemi vendégfogadóban, és akkor már a jó pénzű vendégek elfoglalták, és kinek mondhatná azt a tulajdonos, hogy menjen ki most az udvarra, mert egy újabb vendégnek akarja átadni, vagy pedig nem voltak ilyen kis szobácskák, és igazat mondott a vendégfogadós, amikor azt mondta, hogy nincs hely. És amikor már nem bírta tovább Mária és József, akkor elfogadták azt az ajánlatot, amit talán kicsit szégyenlősen kínálhatott föl valaki, úgyhogy maga sem gondolta komolyan, hogy egy istállóban húzzák meg magukat. Oda mentek be tehát, és ott született meg Jézus karácsonykor. Állatok között, talán olyan pásztorok között, akik mérgesek voltak, és pont csak egy siós kisbaba hiányzott nekik éjszakára, nem tudtak tőle pihenni sem. Ki tudja, mibe bugyolálta be Mária azt a gyermeket, talán a saját útközben összeporosodott ruháikba, vagy úgy kellett kérni valakitől valamit, aztán hová lehetne tenni, nem volt máshova tenni, mint a falba vájt és agyaggal kiegészített állatetetőbe, az akkori jászolba. És közben szívták azt a levegőt, ami az istállókban van, ahol nem éppen jó illatok terjengenek, bőgtek az állatok, és nem tudták, hogy meddig maradhatnak ott egyáltalán. A Biblia így beszél nekünk Jézus születéséről, és nem úgy, mint ahogy egyik-másik fölcitomázott szép képen láthatjuk. Ott született meg az Úr Jézus, így indult el az ő élete itt a Földön, mert, ahogy olvastuk az igében, a vendégfogadóban és sehol másutt nem volt számukra hely. De még azon az éjszakán pontosan ezt az eldugott kis istállót kezdték keresni olyan emberek, akiket angyalok értesítettek arról, hogy ott találják meg azt, akit évszázadok óta vártak az istenfélők. Egyszerre fontos hely lett ez a kis istálló. Meg is találták. Aztán nem sokkal később pontosan e fölött, az istálló fölött állt meg egy olyan csillag, ami oda vezetett messziről bölcseket, államférfiakat, gazdag embereket, és azok mesés ajándékokat hagytak ott ennek a jászolba fektetett kisbabának. Mert tudták, hogy kicsoda. És ma ennek az istállónak a helyén egy gyönyörű templom áll. Gondoljátok el, hogyha valaki befogadta volna Máriáikat ott Betlehemben, micsoda híres helyé vált volna a lakása. Búcsújáró helyé. Már akkor jöttek volna. Megérte volna befogadni. De hát ki gondolta azt, hogy az a fáradt, elnyűtt, igen szegényesen öltözött fiatal házas pár kit visz magában és magával? Hogy ki az a gyermek, aki éppen készül megszületni? Senki se gondolta. Így aztán elhangzott mindenütt ez a két sötét szó, hogy nincs hely, nincs hely, nincs hely. Jézusnak nincs hely. Pedig ő ma is ilyen egyszerűen jelentkezik ám. Ma sem kezd el versengeni ezzel a világgal. Sem a maga gondolatait nem úgy adja elő, hogy versenyezzen a világgal, pedig neki vannak a legigazabb és a legmélyebb gondolatai. Sem a megjelenése nem olyan mutatós, hogy mindenki azonnal hasra esne előtte. Megjelenik, és csöndesen ilyeneket mond ma is, hogy gyere és kövess engem. Meg azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Meg azt mondja, hogy aki engem befogad, azt én Isten gyermekévé tettem. És így szól, hogy aki hisz én bennem, örök élete van annak. Na de hát ki akar Isten gyermeke lenni? Meg kinek kell az örök élet? Nektek is sokkal inkább az kellene, hogy hogyan lehet tanulás nélkül jól felelni. Vagy hogy holnap sikerüljön nagyon jól a dolgozat.
Valaki azt mondta, hogy arra tanítson meg engem, kérem, hogy munkanélkül hogy juthatok sok pénzhez. Egyszer egy kislány nagyon őszintén azt mondta, hogy engem ezek nem érdekelnek, Kálmán bácsi. Azt tessék megmondani, hogy lehetnék szebb. Minket ilyesmi érdekel. És ezért nem kell Jézus. Ha ő nem ezt kínálja, nem kell. Pedig tudjátok, hogy abban a csomagban, amit ő hoz, még ilyesmik is vannak. Aki őt befogadja, az megtanul örömmel tanulni. Az megtanulja, hogy számíthat Jézusra még a dolgozott írás közben is. Annak kibékülnek a szülei. Meg még olyat is láttam, hogy aki befogadja Jézust, az még külsőleg is szebb lesz. Mert sokkal nyugodtabb és derűsebb lesz az arca. És nem sunyi tekintettel vizslat a világban, hanem kedvesen a szemébe néz mindenkinek. Még meg is szépül az, aki Jézust befogadja. Nem ezért jött, hogy mi megszépüljünk, meg sikerüljön a dolgozat, meg minden. Ezek úgy vele járnak, ezek a melléktermékei. Ő azért jött, hogy el ne kárhozzunk. Ő az életet hozza nekünk, és ezt kínálja. De azzal együtt sok olyan kincset is kapunk, amire nem is gondoltunk. És sok olyat, amit csak tőle kaphatunk meg. Na de hát mit csináljunk, ha egyszer nincs hely? Hát nincs hely a ti életetekben sem. Hát látom közelről. Egyre hosszabb időt kell az iskolában tölteni, onnan rohantok edzésre, úszásra, angolórára, hegedűre, zongorára, szolfésre, összhangzattalra, játszani sem marad idő. Most még Jézus is helyet követel magának az életetekben. Ki ér rá ővele foglalkozni? És ez ugyanúgy igaz, mint ahogy a betlehemi vendégfogadós állítása igaz lehetett, hogy nincs hely. Tessék körülnézni, itt egy szülőasszony számára nincs hely. Mindenki megértheti. Meg is értették, tovább is mentek. És ezt is mindenki megértheti. Hogyha ma valaki azt mondja, hogy nincs hely, nem fér bele a programba, nincs időnk rá. Nem fér bele a gondolataimba. Hol vagyunk mi attól, mint Dávid, aki azt mondta, hogy éjjel és nappal a te gondolataidat forgatom az agyamban. Hát legfeljebb karácsonykor, de akkor se az ő gondolataira figyel sok ember, hanem még igehirdetés közben is a saját gondolatai gyötrik. És nem fér bele a családi költségvetésbe sem. Nagyon sok minden másra kellene pénz. Nem fér bele Jézus az életünkbe. Ezt tudomásul kell venni. Nincs hely. Na csak az hogy szokott lenni? Az úgy szokott lenni, hogyha valami nagyon fontos egy embernek, akkor annak helyet szorít. Ha valahova feltétlenül el akar menni, akkor vagy valamit elhagy, vagy elnézést kér, hogy majd később megy oda, vagy valahogy helyet csinál a programjában, hogy azt beszéljen. Ha valamit minden áron meg akar venni, akkor elkezdi lakoskatni a forintjait, és valami másról lemond, hogy azt megvegye, ha az megéri neki. És ez Jézussal is így van. Ha egyszer igaz az, hogy nincs hely a számára az életünkben, akkor csinálni kell helyet. Akkor szorítsunk helyet neki. Mégpedig tegyük őt az őt megillető helyre. Melyik hely illeti őt meg egyedül? Az első hely. Ő legyen az első helyen. Ő legyen a legfontosabb. És aki ezt megkockáztatja, az csodálkozva tapasztalja, hogy ugye a többi dolgok is a helyükre kerülnek. Ahol eddig nagy rendetlenség volt, nagy összevisszaság, sose tudtuk elvégezni, amit szerettünk volna, hogy egyszerre rendbe kezd jönni az egész élet. Kiderül egy csomó tennivalóról, hogy nyugodtan el lehet hagyni. Anélkül boldogan élhetünk, nem kell. De mindenki más csinálja. Akkor se kell. Elég bajuk az, hogy mindenki más csinál. Bár ők is rájönnének, hogy abba hagyhatják. Rájövünk, hogy egy csomó dolgot másképp el lehet intézni. Rövidebben, egyszerűbben. Rájövünk arra, hogy semmit sem egyedül kell már végeznünk. Ha őt befogadtuk, akkor vele együtt végzünk mindent. És Jézussal együtt minden egészen másként történik. Ezért kérő most minket is, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő,
én velem. Egyszer egy kisfiúval és az édesanyjával találkoztam így karácsony előtt, és kívántam nekik szép ünnepeket, és akkor a kisfiú már búcsúzkodáskor megkérdezte, hogy tessék mondani, igaz az, hogy az Úr Jézus egy istállóban született? Mondtam, igaz. És elkezdett ugrálni, jaj de jó, jaj de jó, jaj de jó. Megkérdeztem mamája, hogy miért örülsz ennek, kisfiam? Mert akkor én is behívhatom a szívembe. Mivel az édesanyja nagyon szigorú arcot vágott, hogy mondhatsz ilyet? Hogy hasonlíthatod a te szívedet egy istállóhoz? Mert abban is olyan sok csúnya dolog van, és akkor kezdte sorolni, hogy sok csúnya szó, sok csúnya indulat, sok csúnya harag. Hát mama, te tudod a legjobban. És erre nem tudott mit mondani az édesanyja. És ez a kisfiú nem sokkal ezután, az utcai beszélgetés után, csak ugyan behívta a szívébe az Úr Jézust. Egyszer elmondott egy imádságot, amelyikben így egyszerűen megkérte őt, hogy Úr Jézus, én nem akarok nélküled élni tovább, gyere be az életembe, és legyen minden úgy, ahogy te akarod. Valahogy így hangzott az imádsága. És tényleg bement Jézus az életébe. És ennek az első tanúja a mamája volt. És kezdte mondani, hogy ő nem érti, mi történt ezzel a gyerekkel. De ez egészen másként segít, másként tanul, elmaradtak a veszekedések, és így tovább. Rossz volt néha még azután is, de ki van cserélve, mondta ő. Hát ez így van. Mert akinek az istálló életébe Jézus belép, ott az az élet templommá válik. Mert ahol ő ott van, ott templom lesz. Ott Istent magasztalják. Később nagyon sokat kellett szenvednie is ennek a kisfiúnak, aki ma már nagyfiú, sőt majdnem bácsi, de nagyon sok erőt is kap mindig a terheihez, és nagyon sokaknak beszélt már erről a lehetőségről, hogy kicserélődhet a szívünk, az életünk, ha Jézus Krisztust oda befogadjuk. Mert ő is ott áll a mi ajtónk előtt, mint ahogy ott szerencsétlenkedtem azzal a csomaggal az idős néni ajtaja előtt, néhány évvel ezelőtt, és aki megnyitja az ajtót, bemegy ahhoz. Nem csak csomagot ad meg, ajándékokat, ő maga bejön. És ez mindennél többet jelent. De hogyan lehet megnyitni az ajtót? Most, ha úgy lennénk együtt, ahogy szoktunk a gyülekezeti teremben, akkor elkezdhetnénk beszélgetni. Így is közbeszólhattok, ha akartok, de nem tudom, hogy van-e bátorság. Hogyan lehet megnyitni az ajtót? Mit kellett volna csinálni annak a néninek, hogy a csomagot én odaadhassam, meg az üzenetet átadhassam? Hát először is bíznia kellett volna abban, hogy igaz, amit mondok, nem? Feltétlenül kockázatos dolog egy ismeretlen ember előtt kinyitni az ajtót, de elmondta, hogy kiküldte, elmondta, hogy kicsoda, elmondta, hogy mit hozott, hát ha mégis igaz, próbáljuk meg. Bíznia kellett volna. Aztán megfogni a kilincset, kinyitni az ajtót, egészen úgy, hogy a csomag legalább beférjen, vagy még én is, és utána elfogadni a csomagot. Hát nem tehettem le oda a küszöb elé, hogy elvigye más, hát azt neki küldték. Neki kell elfogadni, aztán fölvágni az ineget, kicsomagolni, és örülni neki. Na, ugyanígy van Jézus Krisztus befogadásával is. Bíznunk kell abban, hogy csak ugyan ő szólítgat. Tehát itt most, az ő igéjén keresztül, ő maga kopogtat a szívünk ajtaján. Bíznunk kell abban, hogy valami jót akar velünk. Igazat mond. Aztán be kell hívni, egy ilyen imádsággal talán, mint ez a kisfiú, akit említettem, és utána használni azt, amit adott. Na most mit jelent az, hogy használni? Mit kínál nekünk Jézus? Kínál először is bűnbocsánatot. De kinek van szüksége bűnbocsánatra? Kinek van szüksége bűnbocsánatra? Hát akinek vannak bűnei, nem? Csak az fog örülni annak, hogy megbocsátják a bűneit, akinek fájnak a bűnei. Aki szeretné abba hagyni, aki változni akar, szabadulni szeretne. Akit a lelkiismeret fordulás is gyötör. Aztán hoz nekünk békességet. Kibékít Istennel, attól kezdve nem félek Istentől, hanem bízom benne, tudom, hogy szeret engem. De kibékít a többiekkel is. És ez nem csak azt jelenti, hogy én kaptam békességet, hanem az, hogy nem veszekedhetem többé a többiekkel. Én nekem is békében lehet és kell élnem velük. Aztán hoz nekünk szeretetet. Nem csak úgy, hogy ő szeret minket,
hanem megtölti a szívünket ezzel a szeretettel, és mi is szeretni tudunk másokat, sőt, szeretnünk kell másokat. Azokat is, akik minket nem szeretnek? Azokat is szeretnünk kell? Azokat is, még az ellenségünket is. Még arra is képessé tesz. De legfőképpen kínálja nekünk Jézus Krisztus önmagát. Azt, hogy ő vele összeköltözhetünk, együtt lehetünk, szakadatlanul beszélgethetünk, kérdezhetjük és panaszkodhatunk, és neki mondhatjuk el a bűneinket és a kéréseinket. És ez a legcsodálatosabb ebben az új életben. Hogy Jézussal járhatom ennek a földi életnek az útját, és ő vele leszek a halálom után is. A mi szívünk ajtaján is kopogtat, boldog az, aki az ének szavaival együtt tudja mondani az imádságot. Jöjj Jézusom, ne hagyj el, ha szívünk várva vár. Többször is elhangzott ez a mondat az ige hirdetésben, hogy aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ezt tanuljuk meg ma aranymondásként. Ennek az igének a közepe ez, amit felolvastam, Jézus mondja, aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi rendszeresen hallgathatjuk a Te igédet, és így megtanuljuk a Te hangodat megismerni. Kérünk, hogy össze ne tévesszük azt senki máséval. A Te juhait hallják a Te szódat, és ismernek Téged, és követnek, és idegent nem követnek. Hadd legyünk mi így a Te juhaid. Köszönjük, hogy most a Te hangodat ismerhetjük föl ebben a hívásban. Megvalljuk, Urunk, hogy a mi életünkben is olyan kevés hely van a Te számodra. Szeretnénk Téged az első helyre tenni. Köszönjük, hogy hívsz most minket. Szeretnénk Téged követni. Köszönjük, hogy ajándékaidat kínálod. Szeretnénk azokat köszönettel elfogadni. Veled járni, és majd oda megérkezni, ahol Te készítettél nékünk helyet. Kérünk, hogy készíts nekünk olyan karácsonyt, amit már veled tölthet az egész család. Kérünk Téged, hogy hadd tudjunk mi nagy szeretettel fordulni azokhoz is, akik minket nem szeretnek. Köszönjük, hogy Te is úgy szeretsz minket, hogy sokszor hálátlanok vagyunk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Ura, adjon néktek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.